A magyar agrárexport a teljes nemzetgazdasági kivétel mintegy 9%-át jelenti. Ez főleg más Európai Uniós országokba irányul, mint például Németországba, Csehországba és Olaszországba. 2010-ben ennek mértéke 5,2 milliárd euró volt. Tavaly ez azonban rekordot döntött, és közel 9 milliárd euróra nőtt. Mindezt úgy sikerült elérni, hogy a magyar mezőgazdaságnak a kibocsátása másfélszeresére nőtt, és mintegy 70 ezer foglalkoztatott van a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban. Tehát látszik az, hogy többen tudunk termelni, és többet tudunk exportálni is. Ezt azért is fontos kiemelni, mert vannak olyan ellenzéki hangok, hogy nem volt igazán jelentős a növekedés. Export egy 2%-kal nőtt, ilyet is állítanak, a számok mást mutatnak. Ez a növekedés, ez a magyar mezőgazdaság történetében páratlan és rendkívül gyors, és mintegy 3 milliárd eurós az a többlet, tehát a haszon, ami a bevételnek tulajdonképpen a nyereség részét jelenti. Ma már a magyar termékek, mint például a pálinka vagy a bor a világ 100 országába jutnak el. Ez annak is köszönhető, hogy a magyar termelők mintegy 50-60%-kal sikeresebben tudnak élelmiszert előállítani, mint korábban. Nőtt a termés átlag és gazdaságosabban tudnak termelni azáltal, hogy a legmodernebb technológiáikat sajátították el a gazdák, közölte Fazekas Sándor. A miniszter hozzátette, a termelők az időjárásnak megfelelő növényeket termesztenek, és olyan extenzív és intenzív állattartást gyakorolnak, amelyek biztosítják a vidéki térségben is a megélhetést. A jövő kihívását pedig az agrárdigitalizációs stratégia jelenti. Takarékosabb, könnyebb, precízebb gazdálkodást, hiszen arról van szó, hogy a számítógépek alkalmazása, a számítástechnikai fejlesztések alkalmazása a mezőgazdaságban lehetővé teszi azt, hogy beosztva az erőforrásokat, kevesebb üzemanyaggal pontosabban termeljünk, kevesebb vegyszer, kevesebb növényvédőszer, műtrágyát vagy vizet kelljen felhasználni, hiszen ezek a rendszerek épp úgy, ahogy mondjuk a személygépkocsiknál már részei az életnek, és tervezhetőséget jelentenek, mondjuk egy traktornál azt, hogy van egy talajművelési feladat, akkor csak azon a területen dolgozik, amit meg kell művelni. A gazdák versenyképességét a területalapú és a vidékfejlesztési támogatások segítik. Ezt a jövőben is szeretné megvédeni a magyar kormány, ugyanis a Brexit után a pénzügyi forrás is kisebb lesz a jövőben. Magyarország és jó néhány más tagállam vállalja azt, hogy megnöveli 20%-kal a hozzájárulását a közös költségvetéshez, amelyből nyilván a gazdák is részesülnek, így tudják folytatni a termést a jelenlegi szinten, illetve magasabb feldolgozottsági szintű élelmiszerekkel tudnak megjelenni a belső piacokon, és így az import a versenyképesebbek. Mondjuk egy példát, ha van egy tehenészet, akkor tudja létesíteni egy kis tejüzemet, ahol feldolgozza a tejet, akkor már nem alapanyagot értékesít, hanem résztermékeket, mondjuk sajtot, vajat, tejtermékeket. Az uniós fejlesztési források mértékének megtartásán dolgozik a minisztérium is, de a legutóbbi agrártanácson a tagállamok nagyobb része is elkötelezett volt amellett, hogy a támogatások összege ne változzon, tette hozzá Fazekas Sándor.